Gottverdammt. Jó, első le szerintem is. Hölgyeim és uraim, Ernemek hírei vannak. Csak ma, csak itt, csak nektek. 30 képkocka per másodperc. Isten hozott 2019-ben. Ha már 2019-ről beszélünk egyébként, akkor meg is vagyok némileg fázva. Igen, tudom, 2019 nyár, ez már csak ilyen. Kinézek az ablakon, és most is esik. Mint egyébként minden kicseszett nap esik. Effektíve, gyakorlatilag. Amikor nem, akkor is. Lélekben mindig esik. From the depths. Szóval nézzétek el nekem, hogyha időnként tüsszögnék, meg próbálom majd kivágni, de érdekesen fog festeni ez a mai nap, azt hiszem, mert ott hagytuk abba előző alkalommal tulajdonképpen, hogy... De igazából... Hogy is hagytuk abba? Azt, hogy használnom kéne a hoplitáknak a... Tudjátok, hoplita alakzatát, ugye? No man is no man. Ó, persze, persze, meló. Bocs, kicsit elszaladt a figyelmem. Régen jobban szerettem ezt a csávot, amikor még rendesen hívott, akkor a tartalmai azért összeszedettebbek voltak. Hát, így múlik el a világ dicsőség. Szóval előző alkalommal építettünk néhány ágyút, meg mi egymást, ilyen dolgokat, meg olyan dolgokat odalent, így, ami nagyon fantasztikus, azonban védekezéssel nem lehet hódítani, nekünk pedig hódítanunk kellene. Szóval szükségünk volna néhány olyan járműre, amely ezt képessé teszi a számunkra. Egyébként emeltem már bőven eleget ezen az erődítményen, és még mindig ezek a rohadt nagy hullámok átcsapnak az alsó szintre. Mindegy, ennyiben fogunk maradni. Egyelőre legalábbis. Melyek lesznek ezek a járművek? Én már előkészültem egy néhány dologgal. Lássuk őket. Ellenségünk tehát, mint ahogyan arra már kitértem korábban, a Deepwater Guard lesz kezdetben. Ők egyfajta kalóz szövetség. Rengeteg dolgot lehetne elmondani róluk, de két fő rész érdemes figyelembe venni. Az egyik az az, hogy nehezen találnak el relatíve gyorsan mozgó távoli célpontokat. Ugyanis egyrészt nincsen úgynevezett hitscan fegyverzetük, mint például lézerek, vagy részecske gyorsító ágyuk, vagy irányított rakétáik. Talán egy-kettő akad, de nem nagyon veszélyesek. A másik, hogy főleg fából építkeznek, nem jellemző, hogy túl páncéloznák a konstrukcióikat, ezért a robbanások és repeszek eléggé rendesen széttépik őket. Ennek jegyében két ötletem támadt a lekezelésükre. Az egyik a levegő, a másik pedig a víz alatti világ. Mind a kettőre van ötletem. Nézzük az elsőt. Az első konstrukciót valószínűleg nem fogjuk megépíteni, ennek pedig mindössze egyetlen, igen komoly oka van. Ez az ok pedig ez itt. Ez a 28 ezres érték. Sőt, 28 és fél ezres érték. Ez eléggé masszív mennyiségű zseton sékelben, úgyhogy nem költséghatékony megoldás. Hiába vagyok elégedett magával a konstrukcióval, amelynek a képességeire rá fogok térni a következő néhány percben, nem hiszem, hogy ezt fogjuk megvalósítani. Legalábbis nem most. De hé, lövöldözünk egy picit. Airships például. Csak hogy legyen néhány célpontunk. És lássuk. Útnak indulnak a rakéták. Nagyon prototípus, és láthattátok a gép felső részén, hogy tulajdonképpen építés szempontjából sincs befejezve. De ami ennél látványosabb bizonyos szempontból az az, hogy beállításokat tekintve és optimalizációt tekintve sincsen befejezve az építkezés. Tehát érdemes úgy tekinteni rá, hogy maximum egy prototípusról beszélünk. De ennek ellenére elfogadhatóan működik már most. Látható az is, hogy mondjuk a rakéták staggerje nem tökéletes. Ez a stagger fire az tulajdonképpen az, hogy a rakéták kilövése egymást követően időbeli eltolódással figyelhető meg. Létezik ez a jelenség, tehát van egy talán 100 millisekundumos eltolódás már most beállítva alapból, ugyanis elláttam magával az erre szolgáló alkatrésszel a konstrukciónkat, de nem állítottam be. Tehát a rakéták ugyan nem egyszerre kerülnek kilövésre, hanem kis időeltolódással egymást követően, de ez nem került pontos beállításra. És emiatt előfordulhat, hogy megfigyelhettek olyan dolgokat, hogy az első rakéta robbanása, a lökés hullám maga, azaz utána következő rakétát ledobja a célról. Nos, ezt elkerülendő érdemes beállítani, ugye, a stagger fire-t.
Látható az is, hogy repeszeket szórnak szét a rakétát. Na, itt láthattátok ezt, hogy a robbanás félreveti a rakétát. Tehát láthattátok olyat is, hogy repeszek érkeznek a rakétákból. Ez is azt mutatja, hogy nem igazán állítottam be a saját ízlésemre a gépet egyelőre még. Nem szívesen használok repesz rakétákat, sokkal inkább a robbanófejes rakétákra esküszöm. De, mint említettem annyiszor, ez egy először is egy prototípus, másrészt pedig legalábbis a játék kezdeti szakaszában nem hiszem, hogy különösebben támaszkodnánk erre a repülőgépre. Hogy miért mutatom mégis ennek ellenére ezt az egészet? Nos, azért, mert ebből vezethető le a következő, és remélhetőleg már ténylegesen használt gép. Másrészt pedig elképzelhető, hogy erre még vissza fogunk térni. Miután persze egy gyártható, értelmezhető, protoállapotból már kivezetett gyártmányt képes leszek létrehozni belőle. Valamikor, hogyha időm és kedvem engedi. Itt láthattuk azt is, hogy a torpedót félrelökte a robbanás. Az a torpedó már lehetséges, hogy nem is fog visszatérni, ugyanis a szonár orrkúpja az csak maga elé képes figyelni. Most meg nem mondom fejbe, hogy hány fokos kúpszögben, de szerencsére erre már nem is lesz szükség, ugyanis mind a két hajót hidegre tettük, és most már csupán a maradék néhány légi célpontot kell kikattintanunk. Sajnos ők túl messzire vannak ahhoz, hogy a rakéták elérjék őket. Mint említettem, nincs optimalizálva a repülőgép. Tehát ezt az AI-t azért szépen is be lehetne állítani ilyen feladatok elvégzésére. Azonban ellenségünk szerencséje ezen a ponton kifújt, és a légiharc rakéták sorban elérik őket. Ő is elveszítette a ballonjait. Ez még csupán... Ó, említetni akartam, hogy ez még csupán ideiglenes, ez a robbanás viszont már nem. Szóval, mint látható, tulajdonképpen kimondottan elégedett vagyok a konstrukcióval. Annak ellenére, hogy csupán egy aránylag gazdaságosnak szánt fa szerkezet az egész, ami rakétákat és torpedókat hordoz, és ennyi. Sajnos ezzel együtt is nem elég olcsó. De fussunk át gyorsan, hogy mégis mi ez az egész és mit csinál. Nos, két custom jet hajtja, tehát egyedileg összeállított sugárhajtóművek működtetik ezt az egész gépet, amely ugyan üzemanyagba kerül, de az üzemanyagot, amelynek a mennyiségét itt láthatjátok, hordozza magával, és a fogyasztás nem katasztrofális. A fő fegyverzetet két aránylag nagy hatótávolságú rakéta alkotja, és két torpedó. Most melyik, azt ember meg nem mondja, ez itt például a rakéta. Mint láthatjátok, az égés idő, a meghajt, a rakétahajtás égés ideje az körülbelül 40 másodperc, ami a rakéta élet szakaszával, azzal 40 másodperccel lényegében egybevág. Az ammo cost az viszonylag magas, viszont a repülőgépünk nagyon jó abban, hogy utángyártsa a fegyverzetét, emiatt tehát valószínűleg képes arra a tesztelgetéseim során, így láttam, hogy képes arra, hogy folyamatos tűz alatt tartsa az ellenséget, és ezen felül baszom, nagyot robbannak a rakéták, ami azért nem egy utolsó szempont. Elviselhetően manőverez ráadásul ez a rakéta, figyelembe véve, hogy milyen hosszú és közepes átmérőjű, szóval mindent egybevetve egy jó fegyverzet, azt hiszem. És itt láthatóak az oldal külső pillanokon a torpedók. A torpedók futás ideje mintegy másfél perc. Ezek hosszú távú, tisztességes torpedók. És miután a tesztjeim során egy korábbi nem videózott kampányomban adottak problémáim olyan dolgokkal, hogy nagy célpontokat tudtam támadni, de pici, manőverező légi célpontokat nem tudtam eltalálni ezekkel a nagy marha rakétákkal és fegyverzettel, mint például. Ilyen esetben, ahol megtámadt bennünket egy zeppelin-szerű kalóz légijármű. Most ezt a zeppelint még, ha szerencsénk van és nem kapunk egy masszív találat az arcunkban, ami felrobbantja a repülőgépünket, akkor aránylag könnyedén le tudjuk takarítani. A problémák ezekkel a kicsi repülőgépekkel lesznek itt. Ezeket a fegyverzetünk, ezek a nagy rakéták nem nagyon képesek leküzdeni, mert nem tudják lekövetni a manőverezést. Ezért szükségem volt
kimondott pici, jól manőverező légiharc rakétákra, és láthatjuk azt is, hogy már AI-det, tehát már ki is kattintottuk ezt a egyébként a gépágyúi miatt relatíve veszélyes léghajót. A problémák azok tulajdonképpen most kezdődnek, amikor a seggükben lévő vadászgépeket valahogyan le kéne takarítani. Nos, erre láttam el a repülőgépünket pici, elképesztően jó manőverező légiharc rakétákkal, amelyek jóformán helyből képesek megfordulni, és láthatjuk az eredményeket. Ennyi volt a győzelmünk. Mutatom is ezeket a rakétákat. Úgy emlékszem, hogy ezeket sem állítottam be igazából, tehát csupán az alapötlet figyelhető meg rajtuk. A szárnyvégeken helyeztem el ezeket itt, és beállíthatóak volnának, nem állítottam be őket, de beállítható volna ezekre a rakétákra, hogy mondjuk csak közelharci célpontokra legyenek elindítva, amiket ezek a rakéták tényleg képesek elérni. Figyeljük meg, hogy maga az égésidő 10 másodperc, ugyanennyi az élettartam is. Tehát a rakéták ezek picik, nem nagy hatótávolságúak, nem is igazán durranak olyan elképesztően nagyot, de elképesztően jól manővereznek. Tehát kimondottan a levegő pici, jól manőverező céljainak a leradírozására vannak ezek a rakéták kitalálva, és arra nagyon jól működnek. De azért még jó sok optimalizálást el lehetne végezni ezen a repülőgépen. A fő probléma... előtte még mutatok nektek egy jó pofa trükköt. Szóval mi van akkor, hogyha a repülőgépünket... Csak előtte oda viszem a kamerát, viszont a kamera sebességéből egy picit visszavettem azért, hogy remélhetőleg jobban látható videót tudjak elhelyezni nektek az asztaltokon. Szóval marha jól néz ki ez a repülőgép, ugye elég komoly problémái vannak, és ezeknek a problémáknak az öme abból táplálkozik, hogy egy költséghatékony megoldást próbáltam tervezni. Tehát például lőszervédelem és mi más egyáltalán nem szerepel a járművön. Használ ugyan némi acélötvözetet, de nem sokat. És emiatt, hogyha egy jó találatot eléri a repülőgépünket, akkor egy marha nagy tűzgolyó keretében szétrepül az egész. De mi van akkor, hogyha nem így történik, mondjuk elszáll egy néhány meghajtás és mi egymás, de maga a repülőgép még kijavítható lenne és lezuhan a tengerbe? Nos, próbáljuk ki. Akkor automatikusan kinyílik egy néhány légballon és... feldobja a levegőbe. Szóval van egy ilyen automatikus vészrendszer is beépítve. Tehát van egy néhány trükk a tarsójában, és mindent egybevetve egy sikeres konstrukciónak értékelem, de túl drága. Ez a fő problémája, túl drága. Úgyhogy nézzük a kettes típusú képet, amely tulajdonképpen nem más, mint egy repülő tégla, és ennyi. Néhány szárnyat raktam rá pusztán a vizualizáció jegyében, de mindet egybevetve ez csupán egy bontott tégla és az űrsikló elcseszett szerelem gyereke, ami idiótán manőverezik, de jóformán fele annyiba kerül, mint az előző repülőgépünk. Persze ez kompromisszumokkal járt. A fő kompromisszum az az, hogy a torpedóktól kénytelenek voltunk megszabadulni. Páncélzat még annyi sincs rajta, mint az előző repülőgépen, viszont nem folyékony tüzelőanyagú sugárhajtóművek hajtják, hanem valamilyen oknál fogva elektromossággal működnek ezek a hajtóművek. Tudom, ne kérdezzétek, én nem tudom, tehát a játék mondja ezt, én csak használom. Szóval csak és kizárólag elektromossággal működnek ezek a hajtóművek, ami azt is jelenti, hogy teljes mértékben autonómok ezek a repülőgépek, ugyanis ezt az elektromosságot ezek a RTG-kkel állítjuk elő. Szóval nekik semmilyen utánpótlásra elvileg nincsen szükségük. Ami jó, viszont a képességeik azért visszafogottabbak. Ennek ellenére is ezt a gépet még ennél is olcsóbbra meg lehetett volna csinálni, de úgy azért könnyű lett volna ezt elkészíteni, hogy gyakorlatilag nem hordoz fegyverzetet, úgyhogy a tűzerőben csak egy leheletnyi kompromisszumra voltam hajlandó. Látható, hogy maguk ezek a pici légiharc rakéták továbbra is fent vannak a repülőgépen. Most ezek éppen repesz rakéták, szóval maga ez a gép még mindig nincsen optimalizálva, de az ötlet ott van, megfigyelhető. Látható, hogy radarkúp a tetején, ez
le lesz cserélve. És a főfegyverzetet három nagy hatótávolságú rakéta alkotja, hasonlóan, mint ahogyan az előző példánkban láthattátok. Tehát a torpedóktól megszabadultam, de kettő helyett három rakétát raktam fel. Az ötlet többé-kevésbé ugyanez, de egy kicsit még gyúrtam a dolgom, és ezért a végeredmény a vadász bombázó egy prototípus. Ami gyakorlatilag ugyanaz, csak éppen egy picit, csak egy leheletnyit normálisabban néz ki, és van egy néhány olyan módosítás rajta, ami talán pozitív irányba löki a harcképességeit. A harcképességét, ami egyébként tulajdonképpen ugyanaz. Tehát közeli célokra közelharci rakéták, és a fő fegyverzetet magát viszont viszonylag nagy méretű, nagy robbanó erejű rakéták alkotják. Amelyek azért elég szép sebzést képesek kiosztani. Az AI arra van kitalálva, hogy normál AI-veze 2100 méteres távolságot tartson az ellenségektől. Ez remélhetőleg elegendő arra, hogy legalábbis az esetek zömében kívül keveredjen a veszélyes zónán. Persze különösebb illúzióim ezzel kapcsolatban nincsenek, tehát mindenképpen veszíteni fogunk, nem is egy repülőgépet, azt hiszem. De ha nem fogják minden alkalommal ledurrantani az égboltról a gépágyuk, akkor én már elégedett leszek. Látható az is, ugye, hogy most már átváltott pusztán a nagy hatótávolságú rakétákra, és ahogy az is látható, hogy a robbanás még így is lelökte ezt a rakétát a célról, tehát lehet, hogy még több szünetet, illetőleg távolságot be kéne állítani a rakéták között. Szerencsénk van viszont, ha szerencsénk van, akkor ez a rakéta pusztán lendületből még el fogja tudni érni ezt a hajót, de nem. Sajnos nem. Micsoda mázlista. Ó, ember. Így van. Néhány méteren múlott, de a rakéta az ebben a játékban a víz alatt nem használja a hajtóművét. Ami nem vagyok benne biztos, hogy 100%-ig valósághű, hiszen ezek a rakéták azért az oxidálószert magukkal viszik, ettől rakétahajtómű és nem pedig sugárhajtómű, de nyilván a balansz jegyében, és biztos vagyok benne, hogy azért valamilyen valósághű jelenség is meghúzódik a háttérben, tehát ezek a rakéták nem képesek a víz alatt működni. Torpedók viszont nincsenek ezen a hajón. És ott látható a probléma, bekaptuk a találatot, és a repülőgépünk darabokra hult. Uff, így van. Itt látható, hogy mi történik a lőszerrobbanás során, amikor kapunk egy értelmezhető találatot. Ezért lesz szükségünk több ilyen cuccra. Tehát ezek a repülőgépek nem sebezhetetlenek, ezt jobb, hogyha már most látjuk. Különösen, hogyha valamilyen APS vagy bármilyen gyors, elviselhetően célozható repesz eltalálja őket, abban az esetben azonnal szanaszét fognak esni. De lényeg a lényeg, a céljainknak itt és most úgy nagyjából körülbelül meg fognak felelni. Egyébként elviselhető pusztító erőt képviselnek ezek a rakéták. A fő trükk viszont, hiszen láthatjátok azt, hogy a sérülés állóságuk ezeknek a dolgoknak ugye a nullával egyenértékű, még 2 kilométeres lőtávolságból is. Egyébként ki lehetne simítani ezt a mozgást, de direkt azért hagytam benne ezt a kacsázást, mert arra számítottam, hogy így kevésbé fogják eltalálni, és ebben maximálisan igazam van egyébként. Tehát, hogyha kisimítanánk ezt a kóvájgást, és úgy repülne ez a gép, hogy mintha zsinóron húznák, akkor sokkal többször vernék telibe a levegőből. Sajnos. Tehát idiótán néz ki ez a manőverezés, de ez mindenképpen egy jó ötlet, vagy hát jó feature, hogy hülyén manőverezik. Sőt, mi több, ennél sokkal hülyében kéne manőverezni ahhoz, hogy biztonságban érezzem magamat, de azért így is megfelel.
Szóval látható azért, hogy le tudják kapni az égről ezt a repülőgépet, ezért nem csupán a levegővel kísérleteztem, hanem a víz alatti világgal is. Nézzük! Le fogom pusztítani a járműveket a designerből, és lássuk, hogy mit tudunk még elővenni. A zsebemből ez pedig egy tenger alatt járó. Érdekes módon jelen formájában ez egy benzinmotoros tenger alatt járó. Annak pedig nem is sikerült rosszul. 26 ezer nyersanyagba fáj, és mintegy 30-40-50 méteres merülési mélységben működik. Néhány trükk azért nála is megfigyelhető. A fő felderítési eszköze egy aktív szonár. Itt láthatjuk a marha nagy hűtőrendszerét a motornak. Egyszerűen azért raktam ide ezt így, mert olyan jópofán nézett ki, hogy a test homogenitását megtöri valami, és ez tulajdonképpen helyettesíti a hengerek kipufogó kivezetését is. Tehát a füstgáz nincsen elvezetve a hajóból. A fő fegyverzetet ez az egy darab torpedó alkotja. Nagyon hasonló ahhoz, mint amit a első repülőgép típusunk is dobált. Tehát egy aránylag nagy hatótávolságú, körülbelül másfél perces torpedó. Ezen felül képes ilyen picike kis torpedókat is kiszórni. Ezek rövid hatótávolságú, félperces torpedók, nem túl nagy robbanó erejűek, viszont van belőle elég masszív mennyiség. Végül, pusztán a poén kedvéért, ez a rész itt nem nagyon van optimalizálva, de használ radarbójákat is a tenger alatt járunk, tehát képes arra, hogy ellenség környékén felbocsássa ezeket a radarbójákat, és nem csupán a szonárra képes hagyatkozni, hanem a radarbójára is, tehát vízfelszín feletti célokat is képes azonosítani. Ezek leküzdésére pedig be van építve egy-néhány rakétaindító. Ennek a rakétaindítónak a trükkje a következő. Igazából itt tudnám nektek ezt megmutatni. Van a rakétahajtóanyag beindításánál egy... Nézzük csak. Egy másodperces szünet. Ez azért van így, mert mint említettem nektek, a rakéta hajtómű az nem működik víz alatt. Ami kínos, mert a tenger alatt járunk viszont víz alatt van. Ezt áthidalandó rakétákat sűrített levegővel lőjük ki a vízfelszín fölé. Amíg viszont ez megtörténik, ez időbe kerül ugye, addig teljesen fölösleges a rakétákat működtetni, és ezt a drága, rövid hatótávú rakétáknak a kevés hajtóanyagát a nullára felhasználni, ezért tehát beraktam egy késleltetést az indításra. Ez pedig mindent egybevetve a következőképpen fest. Ugye az a trükk a tenger alatt járóban, hogy nem látom, hogy hol van. És pillanatok alatt levakarta az égboltról őket, úgyhogy nem láttam, hogy hol indítja a rakétát. Nos. Ó, ott, remek. No, ezt már látni fogjuk. Hol vagy, pajtás? Itt. Elég masszív sebességet tud víz alatt, 16 méter per szekundumot, ami nagyon jónak számít ilyen árból tulajdonképpen. Alig vehető ki a víz alatt, ott láthatjuk a képernyő alján a gépet. De azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan zajlik. Itt, látható? Tehát olyan sűrített levegő földobja a rakétát, a rakéta célra fordul, és utána gyújtja be a hajtóanyagot. Nos, ezek a rakéták pontosan erre vannak kitalálva, amit most láthatatok, hogy mi történik. Egyébként, hogyha ráülnék erre a szemétre, olyan gyorsan ment, hogy a karakterünk nem tudott oda teleportálni, tehát próbálkozunk ezzel még egyszer. Na, sikerült rá pakolnom a karakterünket a tenger alatt járóra. Röviden, látható, hogy szék és irányító állás
egyáltalán nincs beépítve a hajóra, tehát ez kimondottan egy autonóm jármű. Nem arra terveztem, hogy ez a karakterünk irányítása alá fog kerülni bármikor is. És amit még meg kéne tennem, az az, hogy ezeket a fa burkolatokat lecserélem fémre. Eredetileg fából indult az építkezés azért, hogy olcsó jármű legyen. Végül azonban úgy láttam, hogy célszerű páncélozni mindenképpen. Tehát ez már nem akkora költség, és nagyon megérte ez a kis plusz pénzkiadás. A tenger alatt járunk élettartamát nagyban javította. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor ki fogom emelni a vízből, és megmutatom nektek, hogy mi a körülbelüli ötlet, sőt, nem is így, hanem így. Tehát lent hordozza a lőszerkészletet. Ne legyenek illúzióink, hogyha ez berobban, akkor elveszítjük a komplett tenger alatt járót gyakorlatilag. Tehát igen, ez is egy jó árosított eszköz. Ha egy lövés normálisan betalál, akkor ennek az egésznek reszeltek. Láthatjuk az oldalakon az üzemanyag tárolókat, és van a tenger alatt járóban villanymotor is. Maga a motor itt található a marha nagy hűtő alatt, egy sorba lepakolt, befecskendezéses, úgy emlékszem, hogy 6 hengeres motor, egyáltalán nem üzemanyag takarékos. Ugye láthatjuk azt, hogy 74 power per unit of fuel, gyenge, nagyon gyenge, sőt, mint több különösen magas fordulatszámon aránylag gyenge a fogyasztás, de most esetünkben a kompakt természet sokkal fontosabb volt, mint az, hogy egy takarékos motort építsünk be. Itt egy néhány javító botot láthattok, további üzemanyagok, egy PID. Ez a PID, ezt mindjárt meg fogom nektek mutatni, érdekes lehet esetlegesen. Itt van az AI elől beépítve, és maga a torpedó rendszer, további némi üzemanyag, valamint a lőszergyártó egységek. Aztán, igen, szintén a torpedó rendszer, és hol is lehetnek a rakétáink? Ja igen, a rakétarendszer is eléggé kompaktul van beépítve. Szóval, mint láthatjátok, ez a tenger alatt járó azért eléggé összerakott olyan szinten, hogy nem nagyon van üres hely benne. Íme, burkolattal együtt, és mi egymással együtt. Ez a PID, ez a tenger alatt járónk billegését simítja ki. Kimondottan, ha meg fogom találni őket, ezeket a propellereket szabályozza. Ezek a propellerek csak azért felelősek, hogy a tenger alatt járó hossztengely körüli billegése az ki legyen simítva. Ezt itt láthatjátok, roll controller, tehát az a kis PID blokk, az ezt szabályozza. Egy kicsit meredeken néz ki, de igazából nem egy olyan nagyon bonyolult az eljárás. Lényegében annyit érdemes figyelnünk, hogy a desired, tehát az elvárt érték, az a tengely körüli szög elfordulás, az legyen nulla. Szóval álljon egyenesen a vízben a tenger alatt járunk, ne igazán billegjen így. Látható egyébként az is, hogy azért nem 100%-osra sikerült ezt beállítani. Ez azért van, mert miután beállítottam ezt, utána még hajtottam végre módosításokat a járművön, és ez a tömegközéppont, valamint a felhajtóerőközéppont mi egymás arányokat egy kicsit eltolta, tehát újra finom hangolnom kéne ezt a szabályozást. De az ötlet működik, sőt, még jó is, hogy ilyen nagy értékeket látunk aránylag itt, mert így könnyű megmutatnom, hogy tulajdonképpen mit is kell tennünk. A desire tehát nulla, a szögelfordulás, a billegés a tengely körül legyen nulla. Igyekezzen ezt elérni a szabályozó rendszerünk ezzel a két propellerrel a járművünk hasán. Ehhez ezeket az értékeket a proporcionális, az integrálási idő és a deriválási idő értékeket kell körülbelül beállítanunk a szabályzón, és ez fogja működtetni a drive-unkat, ami a propellerek teljesítmény. Tehát láthatjátok azt, hogy ilyen színuszosan fluktuál a propellereink kivezérlése a tenger alatt járó hasán, és ez az actual értéket, tehát ami a valós szög elfordulás, az a zölden jelentkezik, ezt ugye nulla körül próbálja tartani. Szóval ezt teszi ez a szabályzónk. Elméletileg, nem vagyok benne biztos, miután, mint említettem, hajtottam végre módosításokat a hajón azóta, de elméletileg, hogyha kivesszük a szabályozási rendszert a történetből, akkor az a billegés nagyobbá is, észrevehetőbbé válik. Látható is. Tehát a szabályzónk nincsen tökéletesen behangolva,
de még ilyen formájában is valamit azért segít a billegésem. De nem is annyira ez a fontos most, csak megmutattam, hogy így működhet egy szabályozó rendszer. Roll, ugye? Jól emlékszem, hogy roll. Remélem, igen. És ez simítja el nekünk a tenger alatt járunk működését egy picit, éppen csak egy leheletnyit. Ennyit megért a történet. Szóval ez volna a tenger alatt járunk. Még egy kis képesség bemutató, hiszen azért vagytok itt, hogy lövöldözünk egy keveset. A ship, teszem azt, jó öreg Marauder-t be fogjuk ide rakni. És mennek ki a torpedók. Láthatjátok ezeket a kicsi, gyors, jól manőverező, de kis hatótávolságú torpedókat, amit úsznak a célok felé. És az egy nagy is már telibe verte valamelyiküket. És ugyan a rakéták úgy vannak beállítva, hogy felszín alatti célokat ne támadjanak, ezeknek a hajóknak van felszín feletti része. Emiatt pedig a tenger alattjáró rá fogja indítani a rakétákat. Hogyha mondjuk egy tenger alattjáróval kerülne szembe, akkor természetesen ezeket a rakétákat nem használná. Ennek a tenger alattjárónak a túlélő képessége sokkal jobb, bár nem végtelen, sajnos, de sokkal jobb, mint a repülőgépeinké. Szóval, véleményem szerint ezzel a két egységgel fogjuk elkezdeni a játékot, legalábbis a kampányt, és hogyha ez meg lesz, akkor remélhetőleg sort fogunk keríteni arra is, hogy egy értelmes hajót összehozzunk valamikor. Azonban teljesen úgy néznek ki ezek a pici, kis, mini torpedó szalvók, mint hogyha ilyen pirályák rágnák le a szerencsétlen hajóknak a lábait. Hát nem? Szép. És persze érkeznek a rakéták is. Ó, ezt úgy láttam, mintha lepattant volna, mi érdekes. Nos, akárhogy is, too damaged. Lépjünk vissza a kampányra. Először is... kérném a játékot, hogy folytassa a éjszakai ciklust. Egyébként ott láthatjuk fent a szatellitünket is. Sőt, fel is mehetek hozzá. Érdekes kis szerkezet. Nagyon érdekes tervezési filozófiával oldották meg, ugyanis úgy gondolom, hogy valójában nincs is benne AI. Van benne AI, de nem irányítja a mozgást. A mozgást controller blokkok vezérlik ebben a szerkezetben. Tehát nem maga a számítógép, hanem csak egy controller blokk, ami nem hiszem, hogy meg fogom benne hirtelenjében találni, de csak és kizárólag azt csinálja, hogy... tudjátok mit? Hol vagy controller blokk? Csak egy... íme. Csak és kizárólag azt csinálja, hogy a propellereket működteti függően a magasságtól. Set drives to zero, és minden bizonyal van egy olyan blokk is valahol, ami pedig, hogyha lesüllyed a magasság, akkor pedig működteti a propellereket. Értem, hát az jó pofa, cseles kis cucc. És ez teszi lehetővé azt, tulajdonképpen egy olyan logikai kapcsolást látunk most a képernyőn, hogy ha a magasság beállított érték alá csökken, kapcsolt fel a propellereket. Ha a magasság a beállított érték fölé nő, kapcsolt ki a propellereket. És így látunk egy ilyen kis ingázó repülést, ami viszont működik, egyszerű és olcsó. Mindössze 2000 nyersanyagba kerül ez a kis szatellitszerűség. Hát szatellitnek nevezem jobb ilyen, de igazából nem a világűrben van ez. Inkább mondható egy helikopternek. Magát a stabilizálást pedig ezek a hajtóművek biztosítják, de hogyha ezek nem biztosítanák, akkor minden bizonnyal pusztán súlyponttal is ezt meg lehetne oldani. Szép, tetszik. Egyszerű, de nagyszerű, jó kitalált kis szerkezet ez. Na, de nekünk vannak egyéb dolgaink is, és ez az egyéb dolog kezdésképpen az, hogy nekiálljunk felkészülni a Deepwater Guard elleni hadjáratunkra. Ehhez pedig, mint említettem, egységekre lesz szükségünk. Ennek az egyik mozzanata az az lesz, hogy először is kijövök a vízből, miután faszán sikerült beleesnem. Másrészt pedig a vadászbombázó egy prototípusunkat, hát lehet, hogy arra még időt kellett volna szakítanom, hogy tisztességgel átnézzem, hogy mit csesztem rajta el, de nem számít. Ezt meg fogjuk építeni. Azt hiszem, hogy jók vagyunk. Igen. Nosza, hajrá!
nyersanyaggal bírjuk, nem igazán, de nem számít. Valószínűleg vágni fogok a videóban, és amint nagyjából kettőt elkészítünk ebből a cuccból, hiszen várnunk kell, amíg a kitermelést ezek a lézerek normálisan megoldják. Szóval vágni fogok addig a videóban, és vissza fogok térni, amint ezek elkészültek. Látjuk a kis javított drónokat is munkában. Valójában még nincs feladatuk áll az égnek, de ők ezt nem érzékelik, ők csak azt érzékelik, hogy nem 100%-os a jármű, és ezért próbálják azt javítani. Jó pofa. Van-e másképp teendőnk? Hát igazából a rakétákba belenyúlhatnánk, de most nem ezt fogjuk tenni. Apropó, a prototípushoz, tehát a legelső típushoz mérten ezen az észleléshez a radart lecseréltem kamerára. De lehet, hogy tökön fogjátok szúrni magatokat, hogyha elkezdek belemenni abba, hogy pontosan miért tettem azt. És még mindig ki van kapcsolva a finomítónk, de láthatjuk azt is, hogy embertelen mennyiségű üzemanyagunk van még így is. Szóval nincs értelme visszakapcsolni. Aminek lehet, hogy lenne értelme az az, hogy egy picit belenyúljunk a kitermelés ütemébe, és túltermeljük ezt a nyersanyagmezőt. Tehát ugye látjuk azt, hogy 6 nyersanyag keletkezik másodpercenként, mi pedig 6 nyersanyagot termelünk ki másodpercenként, tehát az egyensúly fennáll, de jelenleg van úgymond 5000 nyersanyag a idézőjelben a raktárában jelenleg ennek a nyersanyagmezőnek. Tehát némi kis túltermeléssel ezt az 5000-et ki tudnánk kapni gyorsan viszonylag, és ez azért segítene az építkezésünkben. Tehát azt hiszem, hogy ideiglenesen le fogok rakni még néhány ilyen kitermelő szutykot, és meggyorsítjuk ezt a folyamatot. Először azonban elkészítjük ezt a repülőgépet, de eléggé zavaró, hogy félig meddig a vízben lóg ez a szerencsétlen, és miután ugye Tesco gazdaságos ez az egész történet, ezért rá már nem kerültek ilyen vízből kiemelő ballonok. Tehát, hogyha ez itt vízbe esik, akkor vupszi, tehát reszeltek a hajónak, repülőgépnek. Éppen ezért, azért, hogy ne legyen kínos az elindulás, emelni fogok egy leheletnyit a... itt a lépcső. Az erődünkön, hogy kivegyük a vízből ezt a szerencsétlen hajót. Tehát minden, amit most tenni fogok, az az, hogy följöttem ide az erődünk vezérlőjéhez, és az erődökön található turbinák segítségével, amelyek lebegtetik ezt az egész szutykot, egyébként ide leraktam néhány lőszert is, arra számít, hogy rakétákat fogunk használni, de aztán nem került sor arra, hogy ezeket a rakétákat átalakítsa. Majd lehet, hogy a jövőben ezekre a rakétákra még vissza fogunk térni. Most egyelőre ott tartok, tehát, hogy a vezérlővel emelni fogok egy picit az erődön azért, hogy kicsit kiemeljük ezt a vízből, valahogy így. Ennyi elég kell, hogy legyen. Ha túlságosan megemelném az erődöt, akkor nagyon megugrana az energiafogyasztása a turbináknak. Ennyi, azt hiszem, hogy elegendő. Végül annyit még megmutatok, hogy felszereltem egy vezeték nélküli kamerát, pusztán azért, hogy kipróbáljam, hogy hogy működik ez az egész rendszer, ide az erődünkre, amely, mint látjátok, körülbelül így tekint ki a tengerre, és a tévéképernyőnkre az egyik csatornát erre a kamerára állítottam be. A másik természetesen a YouTube csatorna. Az előző nehogy már ne tudjak YouTube-ot nézni. Azt, hogy használnom kéne a hoplitáknak a játékon belül. Mert az már milyen játék, nem? Tehát ahol nem tudod a saját YouTube csatornádat nézni, olyan játékkal nem érdemes játszani. Oké, hogy állsz, báránykám? Te még bele fogsz tenni egy kevéske kis időbe, ugye? 100%? Hogy mit? Ja, hogy még nincsen AI-ot sem, értem. Tehát ez megmagyarázza, hogy miért nem jelensz meg a listán. Azért, mert az AI-od még nem készült el, és ami ennél is izgalmasabb, hogy még a rakétáid zöme sem készült el. A fő költségtételek ebben a járműben a rakéták embertelen mennyiségű pénzbe kerülnek, mind a megépítésük, mind a használatuk, a másik pedig főleg ez a nagy hajtómű. Szóval vágok egyet a videóban, és vissza fogok térni, hogyha ezek elkészültek. Ajja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 jj. Elengedte a vonósugár, azt nem kéne. Álljunk meg egy pillanatra. Kérlek, vonósugár, hogy
vegyed föl ezt a járművet, vedd ki a vízből. A másik dolog, amit majd meg fogunk csinálni, az az, hogy kiemeljük az erődöt a vízből ismételten, de most nem is ezért érkeztem vissza, hanem azért alapvetően, hogy elhelyezzünk néhány bányászati eszközt itt. És a nyersanyag kitermelést elősegítsük. Nincsen rá, értem. Várnunk kell, amíg lesz erre nyersanyagunk, ami pedig most fog megtörténni. És most? És már is látható, hogyan a termelés üteme felgyorsult. És most? Most tehát túltermelünk. Látnunk kell, hogy egyre csökken a tartalék nyersanyag ezen a bányászó helyen, egy bányában tulajdonképpen, vagy lelőhelyen, de ez nem baj, mert jelen pillanatban pont arra van szükségünk, hogy ezeket a tartalékokat feléljük, gyorsan kell ezeket felépítenünk. És pontosan ezt is tesszük. Nos. Ó, baszki. Hát bent állunk a vízben, ugye? Istenem, Istenem, Istenem. Hát persze, hogy nem fog repülni. Na nézzük. Elkészültél-e? Elkészültél. Van AI-od? Van. Hát akkor, fiam. Repülj! Ég veled! Olyan gyorsan felnőnek. Mindig megható ez. Elkészült át, hölgyeim és uraim, az első repülő... téglánk. De a tégla olyan ronda megnevezés, úgyhogy talán nevezük el valami másnak.